Van egy olyan emlékem, amit szerintem soha nem fogok elfelejteni. Ez pedig a Haladomon történt, ahol ő asszisztensként volt jelen. Ő engedett utamra annál a simogatós, fülbesuttogós feladatnál, és valami olyat mondott, amitől teljesen meghatódtam és elérzékenyültem, és sírva fakadtam. És nem emlékszem pontosan, hogy mi volt az, amit mondott, csak az érzés van meg bennem, hogy azt éreztem, hogy ő szeret, elfogad és lát engem. Úgyhogy az én buddym egy nagyon csodálatos, energikus, fantasztikus, szenvedélyes, erős, ugyanakkor nagyon érzékeny nő. Úgyhogy fogadjátok szeretettel Csőzi Kritát! Ez a felvezető után 258.624-et ver a szívem. Magamról mondanék még néhány szót. Körülbelül 5 évvel ezelőtt én egy vár voltam, ami azt jelentette, hogy hatalmas, erős falak voltak, magasak körülöttem. Hideg voltam belül, húzatos. A minták szürkék voltak, nem élhetőek. Buzgott egy patak a vár alján, de ilyen falak mellett nem folyt el sehova, csak a föld alatt. Mára, ha magamra nézek, akkor látok egy házat, ami mediterrán, vidám, színes, terrakotta téglákkal van kirakva, muskátli van az ablakokban, hívogató. A patakból már egy kis kerti tó lett, aminek a partján öröm leülni, és órákat tudok tölteni ott. Az ajtó pedig nyitva áll, a barátokat szeretettel várom. Úgyhogy azt szeretném veletek megosztani, hogy ennek a változásnak, ennek az eredménynek a jó részét én a Haladó tanfolyamon átélt támogatás, szolgálat, menisz tudása és változás eredményeképpen értem el mára. Úgyhogy én most szeretettel meghívlak benneteket szolgálni a novemberi Haladó lélek lakberendező tanfolyamra. Köszönöm.